A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve több év szünet után idén kezdte újra a fajta bemutatók szervezését, azzal a céllal, hogy a gazdálkodókat megismertessék a legfontosabb növényfajok fajtáival. Az országban nemesítők, fajta tulajdonosok, vállalkozások sok bemutatót rendeznek, amelyekkel nem kíván rivalizálni a felélesztett kezdeményezés. Szeretnénk egy olyan alternatívát adni ezzel a fajta bemutató rendszerrel, ami objektív szempontból az összes minősített fajtát bemutatja a gazdálkodók részére, hogy tudjanak jól választani a termesztésükben. Azért fontos a választás, hiszen már a nemzeti fajtalista is nagyon sok fajta van, amiben a gazdálkodók tényleg nehezen tudnak választani. De hogyha az Európai Uniós listát megnézzük, akkor több száz, több ezer azoknak a fajták a száma, például a Burgonyában is, amiből a gazdálkodók a szabad piac miatt bármikor választhatnak. Mi arra próbáljuk őket irányítani, hogy a magyar nemesítésű fajtákból válasszanak, hiszen azok a magyar kutatások, a magyar rögön termesztőművényekről van szó, ugyanakkor emellett a legjobb külföldi fajtákat is próbálják ki, de azokat a fajtákat javasoljuk a külföldi fajták közül, amelyek átestek a NÉBIK, a hatósági vizsgálatokon. Tehát gyakorlatilag Magyarországon megvizsgáltuk ezeket termőképesség, minőség vagy rezisztencia szempontjából. Nem véletlen, hogy a két hivatal első közös megyei bemutatójának a Burgonya volt a főszereplője. A mi megyénkben termelték meg valamikor a Budapestnek a teljes ellátását a Burgonya szempontjából, és ez úgy lecsökkent ez a termőterület a mi megyénkben, vagy a 2000-es években még 2000 hektáron termeltünk a megyében, most körülbelül 1500 hektáron, és 1200-1500 hektáron termeltünk csak vedőburgonyát, most pedig az egész országban termelünk 200 hektáron. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kísérleti és kutatási eredményei az Agrárkamarán keresztül jutnak el a gazdálkodókhoz, akik így az adott termőhelyhez leginkább illő, leggazdaságosabban termeszthető fajtákat tudják majd kiválasztani az ajánlati listáról.